Három évvel a koronavírus járvány kitörése után sem tudjuk a helyes készfertőtlenítés szabályait, ez derül ki a Semmelweis Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem közös kutatásából. A tanulmány arról is szól egyébként, hogy a kórházi fertőzések ellen egy új mesterséges intelligencián alapuló technológián dolgoznak magyar szakértők. Jöjjenek a részletek, Tita Nilla. Köszönjük szépen, Bogi, a felvezetést. Így van, ez a ma este első témája. A vendégem pedig Voniatis Konstantinos sebész rezidens, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájáról. Jó estét! Jó estét kívánok! Ugye Semmelweis Ignác óta tudjuk, hogy mennyire fontos a készfertőtlenítés a kórházban, illetve nem csak a készfertőtlenítés, hanem úgy általában a fertőtlenítés. Miért nem tanultuk ezt meg a koronavírus járvány alatt megfelelően? Ez egy nagyon jó kérdés. A kiszigénára mindig visszatérünk az évek során. Először 2009-ben volt a WHO-nak egy óriási kampánya, aztán pedig a Covid-pandémia során egyre jobban tanultuk meg, hogyan kell. Jelenleg is azzal a problémával küzdünk, hogy azokat a kritikus paramétereket vizsgáljuk, ami befolyásolja a kiszigéniát, legyen az a térfogat, száradási idő, párolgási idő, stb. Ugye készítettek egy részletes, vagy elvégeztek egy részletes kutatást, ez tulajdonképpen egy gyakorlati kutatás volt. Hogyan zajlott ez le, és mit vizsgáltak? Ezen a kutatáson azt néztük meg, hogy melyik azok a paraméterek, amik befolyásolják a készfertőtlenítést. Elsősorban a térfogatot vizsgáltuk meg, a medikusoknak a technikáját, illetve azt is vizsgáltuk, hogy a formátum, azaz folyadék vagy gél, mennyire fontos. Ezt a kutatást, ezt a kórházban végeztük. Nagyjából a készfertőtlenítőben egy fluoreszens festéket raktunk be, ami nem látható szabad szemmel, viszont ezzel a készülékkel pontosan pixel méretre lehet ezt megnézni, hogy milyen pontosan alkalmazott a technika, mennyire volt a lefedettség a kézen, legyen az kézhát vagy kézfej. Melyek voltak a legalapvetőbb hibák, vagy mi, hol volt zavar a rendszerben? A leggyakori hiba az, hogy az emberek többsége a újhegyeket hagyják ki, illetve a készhátat, végül pedig a csuklót. Itt ugye a kórházi körülmények között végzett készfertőtlenítés, az tulajdonképpen életfontosság, vagy létfontosságú. Mi mindent okozhat az, hogyha ez nem megfelelően megy végbe? A jelenlegi becslések szerint hát Európában, akármelyiket napot nézzük, nagyjából egy 15 beteg közül valamiféle nozokumojális, azaz kórházi fertőzés fog elkapni. Na, ezeknek a 40%-a kézről a kézre, tehát ilyen direkt kontaktusból ered, évente pedig közel 100 000 ember fogja elkapni, továbbá pedig sajnos ezeknek a 10%-a akár mortalitáshoz is vezethet. Tehát halálhoz. Ennyi ember halálát okozza az nem megfelelő fertőtlenítés. Említette, hogy a paramétereket vizsgálták, hogy mi a kulcs, és mi derült ki, mi minden befolyásolja, mit kell, mire kell figyelni a készfertőtlenítő, hogy gél vagy folyadék, a kéz mérete például fontos-e? Ez egy nagyon jó kérdés. A konklúzió az volt, hogy nagyjából a térfogat az relatív. Tehát egyrészt mindenki nek más méretű keze van, ergo mindenkinek más térfogatot kellene használni. A második, ami fontos, az, hogy hát emberenként sajnos a térfogatot az nagyon alabecsüljük. Tehát alapvetően, amikor alkalmazunk egy készfertőtlenítőt, be kell számolni azzal, hogy egy pár csepp le fog esni, párolgani fog a szer, illetve be fog a kezünkben, hogy feltétlenül szívódni. Tehát picit többet kéne használni, mint általában. Mennyire fontos az idő, hogy mennyi ideig dörzsöljük a kezünket? Hát a WHO szerint egy 20-30 másodpercig kell dörzsölni a kezünket. Ez a térfogattól változik, de igazából az a legfontosabb, hogy minél hatékonyabb próbáljuk elosztani ezt a fertőtlenítőszer a kezünkön. Ön, illetve még egy kollégája benne van abban a nemzetközi munkabizottságban is, amely a készhigiénés szabályokat, szabványokon dolgozik jelenleg is, és ha jól tudom, akkor hamarosan meg fog jelenni egy új szab, illetve hogy megjelenik majd egy szabvány arról, hogy a helyes készfertőtlenítés az hogyan néz ki. Hogy kell elképzelni, milyen munka folyik ebben a bizottságban, illetve mit kell tudni erről a szabványról? Hát ebben a szabványban dr. Heidegger Tamással dolgozunk az Óbudai Egyetemről lassan 7 éve. Ebben nagyjából
65-67 ország szerepel, ez egy nemzetközileg elfogadott standard vagy szabály lesz. Nagyon régóta dolgozunk azon, hogy nem csak utasításokat adjunk, hanem tényleg lényegében evidencia alapú háttérben működjön az infrastruktúra, a napi szintű feltöltelítés és minden olyan fontos részlete ennek a készigényi missziónak. Reméljük, hogy jövőre ez már publikáció alatt kerül, innentől kezdően bármilyen kórház, ami szeretne ezt követni, bátran segítünk ebben a szabályoknak az alkalmazásában. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ajánlásokat fogalmaznak meg, szabályokat, amelyeket ha valaki betart, akkor ez a kézfertőtlenítés az hatékony lesz és megfelelő? Ez így van, nem csak szabályokat, hanem azt a hátteret is adjuk, hogy milyen kutatások alapján azok a ajánlások, amiket szeretnénk a kórházakban bevinni, ez lényegében evidencia alapú és lényegében objektív és kvantitatív metodikával történt. Hogyan használják ebben a mesterséges intelligenciát? A mesterséges intelligencia mai kutatásban minden részben segíthet. Nekünk ilyen szempontból abban tud segíteni, hogy nem csak a technikai, tehát a kézmosásnak vagy kézfeltöltelítésnek a technikának a fejlesztése, hanem abban is tud segíteni, hogy még pontosan azok a részletek egy kórház infrastruktúrában, hol ez a kézfertőtlenítés vagy kézigéni a kritikus pont, és többet kellene figyelni. Ugye eddig a kézfertőtlenítéséről beszéltünk, amelyet ugye a kórházakban végeznek az orvosok és az ápolók. Ugye mi, ha hazamegyünk, akkor mi csak szimplán kezet mosunk szappan, illetve ugye a Covid alatt azért elterjedt a fertőtlenítés is, nyilván van olyan, aki ezt a mai napig megtartotta. De miért fontos a szimpla kézmosás is a mindennapokban? Tehát mondjuk hazamegyünk egy bevásárlásból, vagy mondjuk tömegközlekedéssel közlekedtünk, mi mindent tudunk összeszedni a kezünkkel, egy picit ijesztgethet is. Hát sajnos elég sokat. Amit lehet látni az irodalomban az az, hogy a Covid pandémia alatt az általános fertőzések száma eléggé csökkent. Ez pedig a Covid pandémia végével pedig visszaemelkedett. Az emberek általában most kevesebbet mosnak kezet, feltöltlenek kezet, viszont azt illene tudni, hogy azért egy tömegközlekedés után, vagy egy kinti lét után fontos az, hogy ahogy hazamegyünk, mosunk kezünket, feltöltlenítsük a kezünket, mert bármiféle kórokozót akár haza is vihetünk hónapokig. Milyen vírusok, baktériumok vannak mondjuk egy buszon, vagy mondjuk a boltban, amikor megfogjuk a termékeket? Hát baktériumok kezdve vírusok, akár spórákat is lehet bevinni a házban. Ebből az egyik kolléganőnk publikált nemrég, hogy van olyan spora sajnos, ami akár a házi állatokon is hónapokig tud lenni. És azután a fertőz nyilván, vagy kivált valamilyen tünetet. Miért felejtettük ezt el a Covid alatt? Ugye a Covid alatt sokat viccelődtünk azzal, hogy 2020 volt az az év, amikor mindenki megtanult kezet mosni, de akkor ezek szerint 2022 volt az, amikor meg elfelejtettük. Ez pontosan így van. Sajnos, ahogy az életnek a prioritása változik, így a szokásaink is. Reméljük, hogy majd talán ennek a beszélgetésnek a hatására mindenki egy kicsit alaposabban most kezdett. Nagyon szépen köszönjük, hogy én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.